Negyedik fejezet A tél vége kegyetlenül kemény volt. Sokat szenvedtek az emberek és állatok. A farkasok a nagyútig jöttek le, és a gyalúi váralat alatt vonítottak éjszakán által. Csak bőjt más hava elején tört meg a tél ereje a völgyekben, mire hirtelen egyszerre kezdődött az olvadás a hegyek között is. Egy éjszaka csak fújni kezdett a napnyugati szél, fújt másnap is egész napon átal, és éjszakára megerett az eső. Jó meleg eső! És a hó, mintha elfújták volna, nem volt sehol. Hogy az eső eláldott, kisütött a nap, és a hó végén a falusi turmákat kihajtották a a szénafüvekre. Ezen a tavaszon valami tolvajok ütöttek tanyát a havason, és nagy kárt tettek a jószágban. Eleinte csak egy-két jó veszett el, meg korai bárány. Elbódorgott, gondolták az emberek, és bírságolták a pakulárokat. De mikor ötivel, hatával kezdettek hibázni, akkor már tolvajra gondolt mindenki. Valami szegény mokányok a lopók bizonyosan. A tél nehéz volt, és kiéheztek ebben is maradtak, de a pakulárok hosszú nyelű fejszét hordoztak magukkal, és nem igen mertek nyugodtan aludni. Egy ideig el is maradt a tolvajlás, amíg aztán egy éjszaka a bánfi urak katonai turmájából szakította ki 53 juhot. A pakulárt megverték, a csornig elfutott. Két napra reá, a gyerőfi uram dongói turmáját egésziben hajtották el. A turma éjszakára a hodályban volt a palánk megett. A házban három béres, a pakulár és a hodályos. Amikor a kutyák ugatni kezdtek, mind az öten fejszével mentek az udvarra, de a lopók is többen voltak, és puskásán. Ahogy az öt ember kilépett az udvarra, lőttek. Egy béres golyót kapott a lábába, a többinek elment a kedve ettől, és az egész turmát 160 juhot szépen elhajtották. Mire a lövésre, lármára a falusiak előkerültek, messze jártak a lopók, és az éjszakába a hegyek közé nem mentek utánuk. Ez már nagy dolog volt, és nem maradhatott ennyiben. Bánfi uram is, Gerőfi uram is megmozdultak, és megmozdították a vármegyét. De magának a fejedelemnek is panaszt tettek. Gyalúvára, hát összeparancsolta a gornyikokat, és lovaskopják is érkeztek a várba. A faluban kidobolták, hogy aki mit lát vagy hal hírül adja, aki cimboraságon kapnak a lopókkal, az lógni fog. A nyomra vezetőnek Bánfi uram két juhot, Gyerőfi uram ötöt ígért, ha a juhok megkerülnek a dupláját. A gornyikok puskát kaptak, és varjújéknak se éjjelük, se nappaluk. A nyomozó plájászoknak és lovasportáknak magsai parancsolt. Három nap múlva a kárvallott urak megduplázták a jutalmat, de minden hiába való volt. Se lopó, se jú, de még a nyoma sem híresem. Igaz, hogy újabb zsiványság se történt. Maksai gyaluba tért meg, Bosszús volt és fáradt. Alig győzte a forró bort inni. Varjújékat nem látta senki, nem tudott róluk senki. A várba nem jöttek. Egyszer üzenték, hogy még nem kaptak nyomot, de tovább próbálnak. Egy hét múlva Maksai minden nyomkeresőjét, plájászát, katonaportáját a havasból bevonta, a nagyobb birtokos uraknak, akik prézidiumot kértek, adott két-három fegyveres plájást. Tíz nap múlva Varjú János jött a városba. Meguntad a nyomozást ilyen hamar? Látom a katonák itt lebzselnek. De hiszen nem kaphatjuk mi azokat kézbe. Elmentek azok ebből a havasból, a juhokat meg már úgy lehet piláfnak ette meg a lippai török. Tudod te ezt? Nem, csak gondolom. A katonákat visszaküldöm holnap-holnap után. Rosszul teszed? Én úgy gondolom, hogy a lopók itt vannak még. Maksai vállat vont. Miből gondolja? Igen jól tudják a járást. Erről tovább nem beszéltek. Ilja, a fehérhajú nézőember, vékony fűszfa vesszőkből kosarat font a ház előtt, a tavaszi napos gyepen. Früstük után volt az idő. Az udvarbeli kutyák ugattak, Ilja felpillantott. Egy ember jött a dombon lefelé, lassan, cammogva. Vállán szondra, lábán bocskor, keziben hosszú bot. Már ahogy itt a hegyek között jár a mokányság. Egyenesen a ház elé. A néző ember előtt megállott. Jó reggelt! Ilja bólint, és folytatja munkáját. Az ember áll, botjára támasztva állát, Szétvetett lábakkal. Jó munkálkodást! Köszönöm, és feltekint az öreg, Megnézi az embert. Kicsi, sovány ember, szürke bajusszú. És furcsa, a felső ajaka egy helyütt behasítva, A foga kilátszik. Na mi az? Itthon van az az úr? Nincsen. Hát a fia? Az se. Vajon hol lehetnek? Ilja félszemmel újra reápillant az emberre. Kolozsvárt, oda mentek. Úgy, úgy, aztán mikor jöhetnek haza? Nem tudom, de vasárnapig alig. Ez pénteki napon volt. Baj, nagy utat tettem, és ok nélkül. Honnan jössz? Hazulról, dongóról. Ilja megint csak megnézte az embert. Dongóról mondod? Onnan. Az messze van ide. Nem igazíthatnám el a dolgodat én az úrnál. Bajos, nem is lehet. Ilja vállat vont. Az ember állott még egy ideig, aztán megrázta vállán a condrát és elköszönt. Ilja utána nézett, aztán utána kiáltott. Hallod-e? Mit mondjak az úrnak, ki kereste? Visszafordult az ember. Mond, hogy onuk kereste. Az öreg onuk, dongóról. Ezt mond neki. Majd megkeresem máskor, talán vasárnap. A vén ember fonta tovább a kosarat. Közbe-közbe megcsóválta a fejét. Miért hazudott vajon ez a hasított szájú ember? Hogy ő dongói, pedig Albáki. Hogy onuknak hívják, pedig Gavrila, Gavrila Úrsz, fia Jón Úrsznak, a gazdag Jónnak. Alkonyattájt Stefán a félszemű gornyik jött. Honnan Stefán? Tudja az Isten, másfél hete, mint a bolondok járunk az úrral együtt. Összejártuk a fél havast. Még nem unta meg az úr? Nem. Azt hiszi idevalók. Hát te? Én is azt. Nem idegenek. Vagy aki vezeti őket, nem idegen. Ugye? 200 jó az sok. Az csak idevaló tudja úgy elrekenteni, hogy nyoma nem maradjon. Később kérdezte Ilja. Aztán semmi nyoma nincsen? Kicsi. A gyerőfi úr pakulárja beszélte az úrnak, hogy előtte való napon, hogy a juhot elhajtották, egy ember járt a hodájnál. Beszélt is vele. Azelőtt nem látta. Ennek az embernek el volt hasadva az ajaka. Úgy. És mit mond róla a pakulár? Nem kicsi ember? Sovány? De. Talán tudsz róla. Sok ilyen ember van a havason. Sok. Mikor az erdőn dolgozik, az ember felhasítja a fa száját. Úgy, úgy. Aztán vénember volt az az ember. Öregesnek mondotta a pakulár. Ösmerem, mondotta a néző ember egyszerűen. Stefán nagy szemeket meresztett, de aztán arra gondolt, hogy Ilja sokat tud. Olyat is, amit más nem tudhat. Tudod, hol az úr? Gondolom. Gyalúból magurára ment, onnan Mariselbe, azt hiszem ott van az éjjel. No, akkor ülj lóra és siess hozzá. Mondd meg, hogy igaz, hogy a lopók idevalók és készülnek valamire megint. A hasadszájút pedig Gavrilának hívják. Úrz Gavrila a neve, és Albáki. Nagy juhos gazda. Stefán már nem csodálkozott, és bizonyos volt abban, hogy Ilja tudja, mit mond hirtelen fordult. Jó egy szakát, és ment a lóért a pajta felé. Másnap este a várban Gornyik kereste maksait. Üzenetet hozott Varjú Jánostól, hogy a nyom megvan, de kevesen vannak a hajtáshoz, mert a Gornyikok szerteszéjjel és a dolog sietős. Jó volna, ha négy-öt legényjel a hadnagy is jönne segíteni azonnal ő a gornyik elvezetné. A hadnagy akkor jött haza a városból. Valami lakodalomban volt, ott táncolt, ivott. Kegyetlenül el volt fáradva. Bolond dolog, éjszaka nem megyek, de ha holnap reggel ráérne... Nem tudom, az úr azt mondta, hogy sietős, még az éjjel. Mond, hogy nem megyek. Később megbánta ezt az üzenetet, el kellett volna menni, gondolta, de akkor már késő volt. Az ember elment. Egyedül, vezető nélkül nem tudta, hová menjen. Bár azt kérdezte volna meg, hová kell az ember. De fáradt volt, és alig várta, hogy lefekhessék. Azon az éjszakán, szombatról vasárnapra virradón, a hideg szamosi tanyáról ötven túlkot hajtottak el. A tanya a várhoz tartozott. Hajnalban a vörfuldú Az ösvény a hegygerincen kanyarodik. Egyik oldalon mélyen lenzúg a melegszamos, Másik oldalon a riskó patak kanyarog a völgyben. Szép, tiszta idő. Kicsit fúj csípősen a hajnali szél. Innen felülről messze ellát a szem a párátlan levegőben. Az ösvényen varjugás pár áll. Támaszkodik a puskára. Háta megett, a ritkás fenyőben legel a lova. A ló felkapja a fejét és nyerít. Gyalu felől lóháton jön az apja és Stefán. A hadnagy nem jött, katonát se küldött, a túlkokat elhajtották. Gáspár intett a fejével, aztán a Riskó völgye felé mutatott le. Ott viszik őket. Az oldalon jó darabon le a patakig írtás, és le lehet látni a vízig. Varjú János letekint arra, amerre a fiú mutat. Sok-sok fehér pont mozogott lefelé a patak mentén. A tulkok. Lovas emberek hajtják őket. Meg kell fogjuk őket, meg lehet, mondta gondolkozva Varjú János, csak éppen, hogy kevesen vagyunk. Aztán a Stjefán lova és az enyém fáradtak is. Azt látom, hogy merre igyekeznek. vártsak. csak. Lapustyán ott von onuk, szólt közbe Stjefán. Vajon otthon van-é? -e? Otthon van, ma vasárnap. Annak lova is van. Jó, akkor én megyek érte, ti mehettek egyenesen Gyurkucára. Ott találkozunk még ma dél előtt. Varjú János kantárszáron vezette a lovát. Leereszkedett a melegszamos völgyébe. Ott a falu lapustja. Onuktól a gornyiktól megkérdezte. Semmi újság? Semmi. Hát te, uram, tudsz -e valamit? Tudok. Itthon a lovak? Mind a kettő. Egész éjjel ettek akkor siess, nyergeld meg őket. Ez az enyém itt marad. Aztán csákányt és nyilat. Onuk híres nyilas volt. A gornyik ment, és Varjú János letelepedett a tornácban falatozni. A falu útján felfelé nagy vágtatva jön egy lovas katona. Nem messze a bíróháza, oda egyenesen B. Na-na, gondolta Varjú János, de csak szalonnázott tovább. Gyerek szalad ki a bíró udvaráról, elfut, aztán visszajön egy emberrel, annak dobanyakán. Aztán a bíró és a katona is kijönnek az utcára, és veszett dobolás kezdődik. A dobszóra aztán megelevenedik a falu. Emberek, asszonyok, gyerekek bújnak ki a szalmafedeles viskókból, és futton futnak a dobos felé. A dobszó eláll, és a dobos ember szája elé kapja mind a két tenyerét. Tudtára adassék mindenkinek, hogy az étszaka a hideg szamosi tanyáról ötvenkét fehér túlkot hajtottak el. Aki tud róluk, jelentse. Aki nyomra vezeti a katonákat, jutalmat kap. Aki segíti, dugdossa a zsiványokat, vagy csak nem jelenti, amit tud... Akasztó fára jut. Onuk jött a pajtából, és vezette a két felnyergelt lovat. Hallottad, Onuk? Csak félfüllel. Mit gondolsz? Legyintett a kezével a gornyik, és elmosolyodott. Varjú János is kacagott. Hová megyünk? A túlkokért. Két napra tarisznyáj. A falu alsó vége felől zaj, lódobogás. Megint jönnek. Öt lovas katona jött sebesen, magsai elől. A katonák elporoszkáltak onukháza előtt, és a bíró előtt megállottak. Varjú János a tornácról mindent látott és hallott. Magsai szólt. Te vagy a bíró? Én. Nem tudsz semmit? Itt nem hajtottak idegen jószágot az őszóta. Ezt tudom. Onuk készen volt. Lóra ültek, és ki a Útjuk a bíró előtt vezetett. Adjon Isten hadnagy! Nézz oda! Jó reggelt vadászmester uram! Az este miért nem jöttél? Most nem kellene doboltatni? Maksai nem felelt. Legalább embert adtál volna. Nem tudtam hirtelen. Most aztán lehetett? Maksai sötéten bámult maga elé. Van-e valami nyomod? Nincs még eddig, de lesz, mert az úr megnyúz, ha az állatok nem kerülnek elé. Varju gondolkozott. Te hadnagy, vadásztál én -e már életedben. Miért kérdi? Csak arra gondoltam, hogy ahonnan annyi állatot elhajtottak, ott nyomnak is kellett lennie. Ötven állat a harmatos gyepen országutat vág. Vérszökött magsai arcába. Hirtelen, mintha eszébe villant volna valami. Hová készül most? Vadászni! Az az én mesterségem! Gyerünk, onuk! Sarkát a ló oldalába vágta. Magsainak nagy kedve lett volna utána rúgtatni, de csak annyit morgott. Bitang fáradt volt erősen. Hajnal előtt feldörömbölték legjobb álmából a lopás hírével. Sajgott a feje és égett a torka. Alig tudott eddig jönni, majd lefordult a lóról. Muszáj pihennie. Két embert Marisélbe indított, kettőt dongóra. Doboltatni, tudakozódni. Ő maga a bíró kertjébe a gyepre ledült. Ahogy valami hír jön, költsétek, mondta a katonáknak, akik vele maradtak. Délután volt, amikor azzal költötték fel, hogy itt egy ember, aki hallotta, hogy valami túlkokat hajtottak Mariselből Dobrin felé. Maksai felszökött. Lóra! A bírótól vizet kért, és a félkantát kiitta. Mariselben nem tudtak semmit a túlkokról átlovagoltak magurába. Ott tudtak valamit, valami túlkokról. Látták többen is. De hogy hány volt, azt nem számolták. Csak hogy nem Dobrin felé hajtották őket, hanem a Dobrusi legelők felé. Magsai fejét csóválta. Tovább csak. Aztán este felé megkapta a túlkokat. De nem amiket elloptak. Ezek albáki állatok voltak, a kolozsvári vásárról hajtották őket haza. Nem keltek el ott. Vissza a magurára, a nyom rossz volt. Este volt szinte, amikor fáradtan odaértek. Nem lónak való utak ezek. Hozzatok elé minden embert, aki ma a faluba másunnat jött haza. Így kapott egy embert, aki gyurkucáról jött. Az látott a saját szemével egy csorda fehér tulkot. Lovas emberek hajtották felső gyurkuca felé. Mikor volt az? Ma délután. Magsai friss lovat szedett össze, és egy vezetőt. Aztán pihenőt adott embereinek, hogy egyenek is. Éjfélkor elindultak, és hajnalra gyurkucán voltak. Ott megint semmit sem akartak tudni a túlkokról. Magsai a bírót és az esküdteket megkötöztette, és a községházába záratta. Ha nem kerülnek elő a zsiványok a tulkokkal, lógni fogtok. A legényeinek és a lovaknak pihenőt parancsolt, magának friss lovat, és egyedül indult Felsőgyúr utca felé. Szembe vele az úton csebres mokányok jöttek. A lovak egymás után összekötve ballaktak hátukon a terű. Egy ember vezette az első lovat kötőfékszáron. Hogy magsait megpillantotta, lekapta a süvegét. Honnan jössz? Felső gyurkucáról. Mi újság arra felé? Nem láttál tegnap erre felé túlkokat? Ilyetten nézett az ember a tisztre. Nem láttam én, uram, semmit. Az állat nálunk még pajtán van. De valami emberek beszélték, hogy a ponorban benn akasztott emberek vannak. Maksai szeme megvillant. Mit láttak? Én semmit, de mondják, hogy öt ember lóg a fenyőfán. Hol? A ponorban. Messze van az? Itt tovább csak. Maksai szó nélkül vágta a sarkát a ló oldalába, hogy a kis borzas állat felnyikkant és megiramodott. Felső gyurkucáig szekerek is járják az utat, de azon felül már csak ösvény viszen tovább. A völgy megszűkül, és néha a lónak vízbe kell gázolnia. Itt lassan haladhatott csak előre, és nem sokára füstölgött a ló. Jó fél órai út után megnyílott a völgy, és kitárult a csodás völgykatlan, a ponor. A világ legfurcsább kertje a havas közepén. Körös körül tornyosuló hegyek között Szelíd zöld gyepszőnyeg, sima, mint az asztal, és a legfurcsább dolgokkal tele tarkázva. Hófehér márvány süvegek, százlábnyi magasan is ugranak ki a gyebből és szikráznak a napon, mint a fagyos hó. Sziklahasadásokba belefut a víz, hogy valahol messze a hegyeken túl csörgedezzék ismét elé. Barlangok teledes tele állatok csontjával, amilyeneket ma nem ismer senki, mintha valamikor a vízözön előtt ide járt volna temetkezni a világ minden, ma már nem élő állatfajtája. A mező teledes tele virággal. Most tavasz legelején is virítottak csudásan buja, szépséges virágok. És furcsán meleg itt a levegő. A virágos réten egy csomóban tíz-tizenkét öreg fenyő, fekete és szakállas, és csend, és némaság, és mozdulatlanság mindenütt. Ide lovagolt be maksai, egyenesen a fenyőfák felé. Hirtelen megtorpant a ló, és abban a percben nagy sereg varjú és csóka rebbent fel a fákról, hogy suhogott a levegő, és károgásuk élesen visszhangzott az elhagyatott helyen. A ló pedig állott szétvetett lábakkal, és fújt. Maksai leszállt róla, és gyalog ment tovább. Kicsit szorongott, és kardja markolatát erősen fogta. Olyan furcsa volt itt minden. meg, -meg állott, és körülnézett. Fönn, Magasan a levegőben keringtek a sötét madarak a fenyők felett. A kemény katona testét hideg borzongás rázta meg egyszerre. Ott állott a fenyőknél, és ahogy vizsgálta őket, hát megpillantotta azt, amiért idejött. Az egyik öreg fenyőre, körös körül a szakállas ágakon öt ember lógott. A varjak, csókák csőre nyoma már látszott rajtuk. Magsai körülnézett. Sehol semmi. Embernek, állatnak, mozgásnak, életnek a földön semmi nyoma. Csak ott fenn azok a kóváigó, károgó madarak, és szürke fellegrongyokat kergetett a szél. Felmászott a fára, és késével levágott egy hullát. Aztán Len a földön nézegette, forgatta. Ruhája, mint a mócoki általában. De lám, a harisnyája véres. A combjába betört egy nyilvessző. A többit nem bántotta, de körüljárta a helyet. Egy helyütt nagy körben le volt taposva a fű, és tele rágyával. Maksai bólintott, aztán lovához ment vissza. Itt nincs mit keresnie. Ez a dolog elvégeztetett. A vadat levadázták. De a tulkokkal mi történt? A pojánába határozta el magát Maksai, és hajtotta a lovat vissza Gyurkucára. Alkonyodott erősen. akkor nap történt ez is. Basa Tamáséknál megbetegedett a jámbor virág tehén. Két nap előtt megellett, szép nagy bikabornyút, de poklát nem vetette el. Próbáltak vele mindenfélét, követ kötöttek rá, hajtót adtak, nem használt semmit. Az állat kínlódott, bőgött, nem evett, nem ivott, a bornya szegény koplalt, Basatamás uram végére is lovaslegényt legényt szalasztotta pojánába, a minden tudó néző emberért, Iljáért. Mert ha Isten után valaki, úgy ő segíthet itt már csak. Reggel ment el a lovaslegény, délire visszajött, hogy Iljabá jön. A nemzetes úr morogva járt kelt egész nap, a nemzetes asszony zsörtölődött a cselédekkel és az unokájával kis Anna az ebédnél egy falatot se evett. A cselédekbe is, mintha az ördög bújt volna. Szegény, csendes virágot az egész ház szerette. Délután aztán megérkezett Ilja, és Basa más egyenesen a pajtába vitte. A néző ember megvizsgálta az állatot, és kikérdezte a gazdát. Aztán olajat kért, és egy jó fél óra alig telt el, már örvendezett a ház. A nemzetes úr nem morgott, a nemzetes asszony nem zsörtölődött, a cselédeknek is megjött az eszük. Kis Anna egyszerre azt vette észre, hogy ő éhes. Mert hogy a selít szemű, jámbor virág túl vagyon a veszedelmen. Ilja bejött a pitvarba, és alásan kérte, ülhessen egy cseppet, mert fáradt erősen, és falnivalót is kért, mert hogy tegnap óta Alig falhatott valamit. Mindent kapott, és basatamás uram, maga hozott neki egy csuporbort. Mi újság a polyánán? De Ilja előbb evett, ivott, és csak azután nagy lassan mondta. Baj van nálunk, nagy uram. Nagy baj. No! A halál kóborol a polyánán. Az Istenért mi történt? A fiú. Gáspár. Az. Éppen az. Tegnap éjszaka, fenn a havason, a ponorban. Úgy hozták haza. Sarogján. A sötétedő pitvarban. Szívdobbantó csend. A tűz lobog nyughatatlan lángokkal kűnszürkülett. Valami, mintha suhogna a csendben, de lehet, hogy csak a szél odakünn. Kis anna a pucikban ül, ölében kis cirmos cica. A nemzetes úr ül a szalmás karosszéken, a nemzetes asszony az ajtóban, Mint öreg rémült kérdés és Ilja beszél. A zsiványokat nyomozták két hete már éjjel és nappal. Tegnap aztán összeakadtak, azok öten. Kemény mócok csákányjal és puskával lóháton. Hajtották az uradalmi tulkokat hideg szamosról. Ötvenkét tulkot fehéret, mint a frissen hullott hó. Lapustjától ponorig nyomról nyomra utánuk. Ott a zsiványok éjjeleztek, pihentetni kellett az állatokat. Ott kaptak össze. Azok öten, ezek négyen. Leverték az ötöt, megölték őket. De párt sarogján hozták haza ma hajnalban. És Ilia folytatja. Sebet kapott, a szeme közé éppen, csákánnyal. Most fekszik, mint a kidölt fa, és a halál a tölháru vállán ül, és fenni a kaszát. Hallottam jól. Ilja felállott, és vette a sapkáját. Más senki sem mozdult. Az öreg úr végre megkérdezte. Mit mondasz? Halódik a fiú? Lehet. Nagyosebb. Mérgesebb. Az étszaka lesz a tusakodás a kaszással. Ott leszek én is, ha kopog az ajtón. Ha nem, ülhet az ágya szélire, amíg a nap felsüt. Akkor megél a fiú. Ott leszünk, én és az uram is. Csendes jótszakát, nagy uram. Kis Anna a pucikban ült, ölében a kis cirmos cica. Egy szót nem szólt, egy árva szót nem ejtett hangosan, De magában néma szókkal imádkozott. Uram, én jó atyám, Hálát adok néked, hogy a virág, Aki olyan jámbor, olyan szelíd szemű, Olyan kedves tehén, amilyen több nincs, És nem is lesz, nem pusztul el, De meggyógyul, és szegény kicsi boci Mégsem lesz árva. Hála neked, jó Istenem, atyám, aki gondot viselsz minnyájunkra, és meggyógyítod a betegeket. Ilja réges-régen elment már, és kis Anna még mindig ült összekuporodva, olyan kicsire, amilyenre csak tudott, és cirógatta a kis, círmos doromboló jószágot. Egy szó nem hagyta el ajkát, egy árva hang sem, de néma szókkal hangtalan beszéddel imádkozott. Hogy a nap lebukott a tülháru megé, veres maradt az ég. A hegyoldali gyep, mintha vérrel öntözték volna le. Csend volt, és semmi élet sehol. Madár se rebbent. Aztán elfakult minden szín, felkelt a hold, és ezüstös lett az egész éjszakai világ és ezüstös mozdulatlanságban, mint sötét kísértett csapat ereszkedett a hegyoldalon lefelé a magsai lovasportája. A megpuhult, gyepes földön nem dobbant a lovak patája, de egyszer-egyszer csörrent egy kard, avagy kengyel, s a fekete lovasok fekete árnyéka lenyúlott a patakig a tornác grádicsán mozdulatlanul gubbaszt Varjú János. És nem mozdul, amikor csúnyán kezdtek vonítani az udvarbeli kutyák. Lát jól mindent. Látja a lovasokat, amint hosszú libasorban jönnek lefelé. Látja, hogy amint az első ház előtt megáll, köréje gyűl a többi. Aztán egyik kiválik közülük, és egyenesen feléje. A tornác árnyékában van, a lovas nem lát mást, mint az ablakon kiszűrődő vörös világot. A tornác előtt megáll és kiállt. – Hely! Valaki! Ki van otthon? Meghorkan a lú és felkapja a fejét. Maksai előtt Varjú János, mintha a fekete földből nőtt volna ki csendesebben hadnagy. Aztán észre sem véve annak hirtelen megrettenését, folytatja csendes hangon. Elsötétettetek, itt megháltok. A lovakat a színbe kössétek, a pajtában nincs hely. De a legények elhálhatnak a pajta híján, a szénában. Te bejössz a házba. Maksai nyerekből szállott, és a legényeket is leszállította. Az udvarból egy ember jött ki. Annak Varjú János szólott néhány halk szót. A katonák a lovakkal az udvarra mentek. A tornác előtt ketten maradtak csak, és a kutyák is elhallgattak. Néha-néha vakkantotta el magát egyik másik. Gyere a házba, és előre ment Varjú János a pitvarba onnan az első házba. Maksai a nyomában. A gazda hátra szólt. Csendesen. Csak csendesen. Furcsa, imbolygó világosság. A tűzhelyen égett a tűz, és magas tartóban az asztalon vastag viasz gyertya Varjú János előre engedte vendégét, kezével az ágy felé intett. Ott. Lásd magad, csak csendesen. Ott, igen, az ágyon, teste betakarva, feje bekötve, mozdulatlanul halálos némán. Az ágy melletti széken agyaktálban gyolcsruha ázott. A másik széken, az ágy lábánál a fehérhajú vénséges kilia. A szék hátán nagy fekete madár. Maksa iriattan állott. Talán alszik. Varju János odaállott az ágyfejéhez, ráhajolt a bekötözött fejre, és kezével a takaróról lelógó kezet fogta. Aztán visszalépett. Még él, gyerünk ki! A pitvarban megpiszkálta a hanvadó tüzet, és fát vetett rá. Aztán egy kulaccsal kínálta a vendéget így áll. És ő is ivott. Leültek, és ahogy a gazda a patkán összegörnyedve kuporodva ült, térdeit magasra húzva, hát a meggörbülve, szeme meretten a lángokon, mozdulatlanul, mintha nem élne. Láttad, szólalt meg egyszerre. Itt csavarog a halál. A pojánán, a kaszás halál. Mi történt hát? És ez volt az első szava maksainak, hogy a házba lépett. Ez is nehezen jött ki belőle. Csákányjal vágtak a szeme közé. A zsiványok? Tegnap éjszaka, amikor a hold kibújt. Úgy hoztuk haza. Azóta így van. Láttad. És a zsiványok? Meghaltak. Mind. Felhúztuk a fenyőkre. A tulkokat idehajtottam. Csak öt hiányzik. Holnap hajthatod haza. De félek. Drága árat adok érettük. Elhallgatott. A hadnagy nem mert beszélni. Valami félelmes, valami szorongó érzés nem engedte. Később felállott a gazda, szalonnát, túrót, kenyeret hozott és kést. Egyél, így áll, aztán a hárs ágyon itt alhatsz. Én megyek. A tornácra nyíló ajtón keresztül besütött a nap, és hűvös, fűszeres levegő omlott a pitvarba. Jó reggelt, hadnagy! Vén Ilja rakta a tüzet a tűzhelyen. Jó reggelt, apó! Mi újság? Megfordult az étszaka. A küszöbön szemben a nappal ült Varnyú János. Beszélgetett egy emberrel. Ahogy mondtam, mind a 160. Sok lesz az uram. Na, hogy akarod, 160 jó? vagy az akasztófa. És ha meg lesz a jó, én nem tudok semmit. Nem ösmerek senkit. No jól van, akkor mehetek. Holnap estére itt lesz mind. Norok. Az ember elment. Maksai a beszédet nem hallotta, de az embert látta jól. A felső ajaka be volt hasítva. Varjú János megfordult. Nincs már közel a halál, de tette hozzá, nagy tusakodás volt. Maksai felkapta a ruháit, és a tornácsra lépett. Legényei ittak, és énekeltek. A harmatos fű ragyogott, és friss, borzongató szellő fújdogált. Jó időnk lesz, hadnagy uram! kiáltotta egy legény. Úgy látszik, siessetek! Visszatért a házhoz. A gazda intett neki. Gyere be! Bementek a belső szobába. Gáspár most is, mint tegnap este. De a szobában világosság volt, egy ablak nyitva. Bekötött fejéből csak egyik szeme villogott ki, meg az arca alsó része. Maksai az ágyhoz lépett. Szava nem volt. Gáspárnak pedig, mintha mosolygott volna a szája. Aztán csak megszólalt, alig érthetően. A táncot te érted jobban, de a vadászást én. Búcsúzáskor, a hadnagy nyerekben ült már, és Varjú János mellette állott. A tulkokat a katonák éppen terelték az új útra. Eszébe jutott magsainak. Tegnap délután a ponorban jártam. Láttad az öt dögöt? Mi van velük? A csókák és a varjúk szállották meg őket. Elvégzik alaposan a varjú igazsága van, a varjuk. Néhány nap múlva a főkapitány, ifjú Betlen István megérkezett a várba, két zászló huszárral. Egy éjszakára csak, mert másnap ment is tovább, váraddá. Elvitte magsait is, úgy mondta a hír, kin Magyarországon a parasztok mozgolódnak, azok között kell egy cseppet széjjel